Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Pudermentes legújabb epizódjában. Ezúttal a vendégünk Szabados Ági. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok! Köszönöm, hogy meghívtatok. Híradós, könyvesbolt és könyvkiadó tulajdonos, időzsonglőr. Hogy állsz ezekkel a címkékkel? Hát a címkékkel egyébként rosszul, mert nem szeretem, hogyha címkézzük egymást, de az tény, hogy sok titulusom van. Néha el szoktam gondolkodni, hogy kívülről vajon milyen lehet az, hogyha azt látják rajtam, hogy sok mindent csinálok. De hát így alakult az életem, bízom csak benne, hogy ez inkább pozitív vagy inspiráló sem, mint negatív. Így alakult az életem, tulajdonképpen a híradós pályafutásom, meg a híradós karrierem mellett, ami egészen hamar elindult, ez az újságírói karrierem, emellett valahogy így mindig jöttek lehetőségek, és mindig éltem is velük, és persze nyilván az ember eljut arra a pontra, most belekezdtem egy e-mailjelbe, hogy van az a szint, amikor már muszáj nemet mondani dolgokra, és mondok sok mindenre most már nemet. De az tény, hogy valahogy ilyen nagyon-nagyon szerteágazó az érdeklődésem. Persze azért, hogyha az ember jobban megnézi, ez mind összpontosul a könyvek és a hírekkel, vagy a hírek területén, vagy hogy helyes ez, összpontosul könyvekben és hírekben, de tény, hogy azért sok apró dolog van, amivel foglalkozom. De akkor alapvetően, ahogy most így érzem rajtad, nem annyira szereted ezeket a skatujákat, tehát inkább negatívumként éled meg ezt, hogy ennyire így, meg így gondolnak rád? Mert hogy gondolnak rám szerintem? Hát, mint a híradós, meg a könyves lány. Tehát, hogy zavar téged az, hogy ennyire így bekategorizálnak téged? Hát, igazából nem, mert mi máshogy tudnánk bekategorizálni egymást. Tehát főleg úgy, hogy én azért híradósként ismertek meg talán elsősorban, ezért az az izgalmas inkább, hogy amikor előléptem ezzel a könyves kihívással, most már 5 éve nincs időm olvasni kihívással, akkor kezdték el megismerni a személyiségemnek egy, mondom azt, hogy másik oldalát, de híradósként valójában nem annyira tudjuk a személyiségünket megmutatni. Én annak örülök, amikor már könyves lánynak mondanak inkább, mert egyre több ilyet látok, meg egyre több ilyet tapasztalok. Ezen kívül, mivel hogy az a kettő azt hiszem alapvetően pozitív, és max az a negatív kritika tud érni, nyilván tud sok minden negatív kritika mindenkit érni, most arról beszélek, aminek van realitása, az maximum az, hogy túlságosan fegyelmezetnek gondolnak a híradó miatt, vagy túl kockának, vagy túl, nem tudom, strébernek, de őszintén szóval annyira nem zavar, mert Hermione is egy stréber volt. Szerintem mindig láttuk a Harry Pottert, úgyhogy valójában ez legyen a legnagyobb probléma, amit rám mondanak. Igen, már sok interjútban mondtad, hogy a Harry Potter volt számodra az első ilyen nagyon meghatározó könyvélmény. Van másik ilyen kiemelkedő az életedben? Sok kiemelkedő van, Edith Éva Éger a Döntés, vagy Exuperinek a Kis Herceg, ami meg tényleg mindig azt mondom, hogy két kategória van, valaki, aki gyerekkorában olvasta, és ezért nem szereti, mert nem értette, azt a könyvet nem gyerekeknek írta Exuperi, az valahol félrecsúszott szerintem, hogy azt gondolják sokan, mivel egy kis herceg formája, kis fiúcska van benne, meg egy róka és aranyos illusztrációk, sokan azt gondolják, hogy ez gyerekeknek szól, nem, tehát nem hiába nem értik a gyerekek, mert nem élvezik, ezt felnőtteknek írta Exuperi, úgyhogy azt például gyűjtöm, és minden évben újra olvasom, de az Utas és Holdvilág is ilyen nagy kedvencem. Sok-sok kedvenc van. Szerintem az embernek tényleg, ahogy így változik, nő fel, fejlődik, alakul, mindig-mindig talál egy olyan olvasmányt, ami egy ilyen korszakot meghatározó, úgyhogy sok-sok olyan van. Olyan, mint a Harry Potter, olyan szerintem soha nem lesz, mert ez olyan, mint az első szerelem, hogy soha nem lesz már ilyen. Szerintem mindenkinek megvan az első nagy olvasmány élmény, ami által megszerette az olvasást, és tényleg ilyen nekem a Harry Potter, meg szerintem neked is, meg abszolút, még az eseti virágnak is. Igen. Mi egyidősek vagyunk ám. Ez milyen jó, hogy az első szerelem, de azért így 7 könyvvel át tartozva. Igen. És mi az aktuális kedvenc, ami nem ámblok, hanem ami mostanában nagyon megragadott? Fú, most egy nagyon újat hozok akkor, de egyébként talán azért is jó, mert már nem szeretem annyira ismételni önmagam, és már annyi helyre halljuk az Utas és Holdvilágot. Pont ezen nevettem, hogy most újra forgatom, illetve hát már javában tartom Utasd a könyvespolcot 2. évada, amiben Fruzsival is interjúztam az 1. évadban, vagy jártam nála, és megnéztem a könyvespolcát, és azon nevettem nagyon, hogy gyakorlatilag az 3 epizódban, anélkül, hogy kérdeztem volna, az Utas és Holdvilág felmerült, mondom, mert nem hiszem el, hogy bárhova megyek, egyszerűen így bevonzom, vagy bontolt, vagy az Utas és Holdvilágot, hogy most már ilyen elválaszthatatlan tőlem, csak szerintem csinnyel kell bánni ezekkel a nagyon felmagasztolni dolgokat, témákkal, vagy értitek, de szerinted hogy mi az, ami ennyi embert megfog az Utas és Holdvilágban? Az persze az egy másik kérdés, az Utas és Holdvilágban mi annyira izgalmas.
szerintem az utolsó holdvilágban az, hogy nagyon Olaszországban vagy, és szerintem nagyon sokan szeretünk utazni. Az, hogy a Szervantalnak van egy nagyon-nagyon szellemes és jó stílusa, jó olvasni a szöveget, és ami miatt még izgalmas, hogy az egész tulajdonképpen egy útkeresésről szól, és szerintem nagyon sokan egyre nyitottabbak az önismeretre, és az egész utolsó holdvilág történet, a Mihály szemszöge, az nem szól másról, mint hogy elmaradt az útkereséssel, akkor, amikor talán ez kellett volna mondjuk fiatalkorában, és már egy olyan időszakban kezdi el keresni a múltját, meg a válaszait a kérdéseire, meg úgy egyáltalán megtalálni önmagát, meg hogy mi az, ami igazán hajtja az életben, vagy mi az, ami motiválja, vagy mi az, ami egyáltalán érdekli. Amikor már ugye aránytalanul nagy fájdalmat okoz a környezetének, hiszen ezt a házassága után a nász útján teszi meg, és hagyja ott a nőt. Szóval talán ez az érdekes helyzet, ez a nem mindennapi szituáció, ez tetszhet annyi mindenkinek. Na, hát, ha valaki még nem olvasta, akkor most szerintem meghozta a kedvét. Igen, ezt egyébként nálunk is azért adásról adásra előkerül, pláne azért, mert a Fruzsinak ugye nagy-nagy kedvenc könyve, és hogy amikor én olvastam, én nagyon megküzdöttem azzal, de most nem akarom ilyen olvasónaplóvá változtatni az adást, csak hogy tök érdekes számomra, hogy az ilyen ifjúsági regényekkel ellentétben, amiket mondjuk én többnyire fogyasztok, vagy ami inkább így a szórakoztatásról szól, hogy a főszereplőhöz abszolút nem tudtam kapcsolódni, de hogy nem igazán érdekelt az ő sorsa, vagy így azt éreztem, hogy Isten, már megint elbalvaszkodod. És nem volt szimpatikus, akkor gondolom neked. Igen, hogy nem alakult ki köztünk az a kapcsolat, hogy mondjuk én tudtam volna őt valójában sajnálni, vagy aggódni érte, nem úgy gondoltam kicsit, hogy jó, hát hogyha te most ezt az életet éled, vagy így választod, akkor hát ez van. És aztán egyébként így gondolják, és azoknak nem is tetszik, akkor gondolom neked se tetszett annyira. De nagyon tetszett, mert az atmoszféra, meg a hangulat, meg hát a szöveg nagyon. Csak hogy nagyon érdekes volt úgy végigolvasni egy könyvet, hogy végig volt köztem egy távolság a főszereplővel. Csodálkozol? Ja, tudtam, hogy neked kicsit eltérőbb a véleményed, de hogy így érdekes, hogy akkor ez alapján például nálad elsődleges az, hogy tudj azonosulni a főszereplővel? Amúgy a főszereplővel tudtam azonosulni, mert hogy az útkeresés az például nálam is még tart. Inkább csak az zavart, hogy nem tudtam őt igazán a szívembe fogadni. Szóval nem azt éreztem, hogy mi most együtt harcolunk, és én, hanem kicsit inkább, mint hogyha így távolról nézném őt. Viszont erről eszembe jut egy tök izgalmas dolog, hogy azért szerintem nagyon fontos, hogy most ezt nem is rád mondva, neked mondom, csak erre teszem, hogy sokszor tapasztalom azt, hogy olyan könyveket húznak le emberek, és mondják azt, hogy írják azt például valamilyen fórumon, hogy ez nem volt jó, most ilyen nagyon-nagyon szépen fogalmazva, vagy egyszerűen fogalmazva, nyilván egy cifrában szokták, mert hogy nem tudtak azonosulni a főszereplővel. Nekem az egyik ilyen nagyon érdekes tapasztalat volt a Darás fészek című könyv, Sarah Crossan a szerző, azt hiszem, ha jól emlékszem rá, és tényleg borzasztóan idegesítő sok helyzetben a főszereplőnő, de arról szól a történet, hogy van egy szeretője, akinek egyébként felesége van, és ők tulajdonképpen évek óta összejárnak, és találkozgatnak egymással, és amúgy szerelmesek egymásba, de a férfi nem lép ki a házasságából, és a férfi csak meghal. És ott marad a nő, a gyászával, úgyhogy senkinek nem beszélhet erről a fájdalomról, nyilván bekattan, nyilván csinál hülyeségeket, csinál teljesen idegesítő, őrületbe kergető dolgokat, de szerintem, hogyha egy picikét empatikusabb vagy úgy fordulsz a történethez, hogy oké, hogy nem szimpi a csaj, és én sem lennék vele jóba, vagy úgy nem ő lett a kedvenc karakterem a virágirodalomból, de közben meg szerintem hihető, hogy ő egyébként így fog viselkedni. Ezt csak arra mondom, hogy szerintem érdemes sokszor, hogyha olvasunk, akkor ezt így tudatosítani, hogy nem biztos, hogy a könyvben a főszereplő azért, mert mondjuk nem szimpi, vagy nem tudom, kifejezetten mondjuk utálom, azért mondjuk jó a könyv, vagy rossz a könyv, illetve hát ez az irodalom terápiának az alapvető, tehát az alapja, ebből indulunk ki a terápiák során is, hogy tulajdonképpen milyen érzést ébresztett benned az a főhős, és mondjuk ha adott esetben baromira dühített, vagy úristen, én gyűlöltem ezt a karaktert, és megőrülök tőle, akkor érdemes belegondolni, mert általában azok szólítanak meg ennyire negatívan, amikkel valami dolgod van. Ez egy leegyszerűsítés valahol, de simán előfordulhat, szóval lehet érdemes egy kicsikét gondolkodni rajta, hogy kit, milyen karakter miért idegesített, vagy dühített fel. Nem, szerintem ez tök jó, meg
tényleg a megszokott általán egy kicsit ilyen más perspektívából teríti elénk a történetet, vagy ilyesmi, csak nekem ez volt az első ilyen nagy szembetűnő élményem ezzel kapcsolatban. De például ettől lehet, hogy sokkal valóságosabb ez a történet. Egyébként sokaknak volt ilyen érzése Mihállyal, úgyhogy azt is abszolút megértem. Sőt, ez olyan szerintem, hogyha most pont a Lakatos Márk mesélt róla, neki is nagy kedvence, és mondta, hogy régen abszolút Mihály volt, és most az évekkel, évek előre haladtával tulajdonképpen újraolvasta, és mondta, hogy úristen, hát én az Éva vagyok. De tehát, hogy még ez is benne van, hogy változik benned mondjuk egy könyv, és teljesen más. Ezzel lenne jó újraolvasni. Egy másik fontos topik, de majd erről esetleg később. Viszont azt kérdezted, hogy mi az aktuális nagy kedvenc. És akkor most akkor válaszolok, bár óvatosan vagyok tényleg azzal, az előbb azt a gondolatot akartam befejezni, hogy ez a, tudjátok, a nagyon túlsztárolni, hype-olni egy könyvet azért, mert mondjuk tetszik, az azért rossz, mert nagyon sok olvasó úgy lesz fel, hogy úristen, ennyire oda volt érte az Ági, akkor biztos fantasztikus, és már egy olyan elvárással olvassa, hogy könnyen lehet, hogy csalódás éri. Szóval próbálok csinyán bánni ezzel, de tény, hogy én, mivel nem fizet senki azért, mert olvasok egy könyvet, és nem azért ajánlom, mert megélhetési, nem tudom, könyv ajánló vagyok, vagy van ilyen megjelentési könyvajánló, hanem egyszerűen, ha találok egy könyvet a sok-sok-sokból, ugye mindig elmondom, hogy minden 20. percben megjelenik egy könyv Magyarországon, tehát olyan telítette a piac, hogy ez ami egészen elképesztő. Nem is tudtam. Tehát nagyon nehéz egyéb. Ezért fontos az a munka, amit végeztek, végzünk, hogy ajánljunk könyveket szerintem, mert legalább akkor könnyebben kiválasztják az emberek, és az, aki mondjuk nem tudatosan megy be mondjuk egy könyvesboltba, és fogalma sincs, az valószínűleg ki fog menni fél óra szorongás után, vagy vesz valamit borító alapján, amit elkezd, és rájön, hogy oh, de unalmas. Vagy a sikerlista. Vagy a sikerlista, ami meg persze biztos sokaknak azt tetszik, de nem biztos, hogy neked is azt fog tetszeni. Tehát ezért fontos szerintem az, hogy ajánljunk könyveket, mert ha már én kicsit érzelemmel teli módon beszélek mondjuk a könyvről, akkor lehet, hogy jobban tud kapcsolódni. Na most belekezdtem megint két gondolatba, de ennek ellenére, mivel hogy ha nagyon tetszik egy könyv, és megtalálok egy könyvet, akkor azt meg örömmel, meg szenvedéllyel, meg lelkesedéssel ajánlom, mert örülök neki, hogy találtam egy ilyen könyvet. Na és most ilyen könyv nekem, a Dolly Aldertonnak a Szellemek című könyve. Ez egy friss megjelenés, nemrégen debütált, és itthon, és hát oda voltam érte. Nagyon röviden azért Szellemek, mert a csajt ghostingolja a fickó. Ugye ez egy nagyon új modernkori jelenség, egyre többet olvasni róla. Tele van egyébként a mai... Személyes tapasztalatok is van. Nekem hál' Istennek nincsen, de nagyon-nagyon ijesztő egyébként tényleg ez a jelenség. Nem jutott, csak pont ma írt rám, reggel az egyik ismerősöm, hogy ne ghostingolj, légy szíves, tessék. De milyen jó, ezzel is dolgom van. Igen. Egy iránytű vagy számomra. Minden esetben tényleg párkapcsolatban a ghostingolásnak tök jól bemutatja a jelenségét. Meg ami miatt nekem nagyon tetszett, hogy semmi olyan nagyon extrém történetet ne várjatok, de nem szól másról, mint hogy a mai 30-asoknak a hangja, ez a csaj is egyébként, ez a Dolly, egy 30-as kint, azt hiszem Londonban él, ott, ja, persze Londonban él, hiszen magát is beleírja a könyvbe, elég népszerű egyébként televíziós szerkesztő, meg újságíró, meg író, és a baráti kapcsolatok, a karrierben a bukdácsolások, vagy éppen sikerek, párkeresési problémák, az, hogy közben egyébként a barátaid nagy része már elkezd mondjuk megállapodni, és gyermek lesz, és hogy annyira a mai 30-asok meg 20-as végieknek az élete szerintem, hogy imádtam. Meg az online társkeresés és társai, szóval szerintem imádnátok, olvassátok el. Feltettük a listára, és egyébként tök jó, hogy mondtad pont ezt a könyvajánlást, hogy mennyire jó, amikor így lelkesen tudsz valamiről beszélni, mert a saját magam kapcsán is érzem, és nekem mindig az a legjobb visszajelzés, amikor valaki miattam elolvas valamit. Te például már belegondoltál abba, hogy miattad hány könyvet olvashattak el? Hát az, hogy hányat, azt nem tudom. Azt hittem, hogy most így előveszed a statisztikát. Nem. Persze nagyon-nagyon jó élmény ez, meg hát az egész Nincs időm olvasni kihívás erre épült tulajdonképpen, ott most már több mint 46 000-en vagyunk, ha jól tudom, és azért az tényleg egy olyan aktív, működő közösség, ahol minden hónapban tulajdonképpen végül is miattam, mert azt mondom, hogy olvassák el, olvasnak könyveket, úgyhogy ez azért gyakori jelenség most már az 5 éves pályafutásom alatt. Nyilván borzasztó, megható, meg jó érzés, de azt hiszem, hogy ez a feladatom. Tehát, hogy ez a feladatom, hogy segítsek kiválasztani az embereknek azt a könyvet, ami jó eséllyel olvasóvá
teszi, vagy visszavarázsolja, nem tudom, mert tényleg azt gondolom, hogy szerintem mind olvasók voltunk gyerekkorunkban. Milyen érdekes, nem, hogy egy pici gyereknek olyan automatikus, hogy könyvet adnak a kezébe, hogy valahogy a szülő, amikor lesz egy gyermeke, akkor érzi a felelősséget, és persze vitatkozhatunk azon, hogy mikor kell a képernyő, kell-e képernyő, kell-e tévé, de azért mutassatok már egy gyereket, nyilván most általánosítok, de az nagy átlagnál, ahol nincs a gyereknek mondjuk könyv adva a kezébe, csak aztán valami történik. Kötelező olvasmányok, hogy mit történne? Szerintem igen. Egyrészt a kötelező olvasmányok, másrészt persze azért egy pici gyereknek könyvet adnak a kezébe, de attól már egy tini gyerek akkor fog részben olvasni, hogyha mondjuk a szülő is olvas, ha van otthon könyv. Tehát azért nem lesz olvasó a gyerek, mert mondjuk azt mondja neki az anyja, hogy olvassál, hanem ha látja rajta, akkor már az egyel közelebb vagyunk. De egyébként szerintem a kötelező olvasmányok azok masszívan benne vannak, tehát hogy ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon necces téma, mert valahol oktatáspolitika, és azért próbálom a politikától nagyon távol tartani magam, de szerintem azért kár most már arról nem őszintén beszélni, főleg ennyi év után, hogy tehát már nem tudom, az én szüleim, vagy még az azelőtti generáció sem feltétlen nagyon értette Jókait. És még mindig ugyanaz, és csodálatos tényleg, és ha elolvasod az összes Jókait, akkor olyan gyönyörű lesz a szókincset. Csak hogy nem feltétlenül 12-13 évesen kell ezzel találkozni. Igen, pontosan, és ez meg nyilván elijeszti a gyerekeket az olvasástól, mert azt fogja gondolni, hogy olvasás egyenlő kötelező, olvasás igen, egyenlő már ez a kifejezés nem értem, is. Unalom, meg kötelező, és igen, szóval, hogy szerintem igen, azért azzal van baj. Egy ideális világban szerinted ez hogy néz neki? Nehéz kérdés, mert egyrésztről mondanám azt, hogy ne legyen kötelező olvasmány, hanem tényleg a gyerekek választhassák azt, amit akarnak, és csak a könyv legyen kötelező. De akkor megint benne van a kötelező. Amúgy szerintem az jó, hogy kell olvasniuk, az nem biztos, hogy baj, mert azt azért túl lehet élni. Még egy tidinek is, de hogy mit az fontos. Én szerintem, és azért látok egy-egy helyen azért erre már egyre több tanárt, aki nyitott, válasszon a gyerek, azt olvas, amit akar, tartson róla egy kis előadást, beszélgessenek az osztálytársaival. A kötelezőket meg közösen beszéljék át, lépjünk kicsit rajta tovább, próbálják meg, nem tudom, a filmben is megnézni, valami játékot csináljanak vele, vagy kerekítsenek köré egy, nem tudom, színházi előadást, és akkor valahogy legalább az érettségén is majd az ember átjut, vagy keresztül jut, mert ott még nyilván téma lesz. De azt gondolom, hogy valahogy ezt kellene elérni, hogy egyre több gyerek megértse, hogy a szórakozás egyenlő olvasás, vagy az olvasás is lehet szórakozás, mert hogy már nekünk is nehéz volt szerintem, és nekünk a Harry Potter volt szerintem sokunknak, ami megmutatta, hogy milyen fantasztikus a könyv, de azért ma, amikor ilyen olcsó a Netflix, minden fönt van YouTube-on, rengeteg tartalom van YouTube-on, úgy egyre nehezebb a tiniknek, ja, hát is a TikTok. Tök jó, ez mind nagyon király dolog, hát én is használom, meg ti is használjátok, meg mindenki használja. Csak a balansznak kellene meglennie, hogy ne csak Netflix legyen, hanem néha legyen olvasás is, mert hogy tud olyan izgalmas lenni az olvasás. És akkor ez megint egy újabb kis előadás, meg beszélgetés, hogy miért hasznos olvasni, de hát hasznos. Az mindenképp. Az előbb, amikor említetted, hogy vannak olyan könyvek, amiket újra kellene olvasni, akár például az Utas és Holdvilágnál, vagy ugye Kis Herceget felnőttként másképp értelmezi az ember, benned van ezzel kapcsolatban ilyen FOMO érzés, hogy nem olvasol újra valamit, mert annyi elolvasandó könyv van még, hogy kezeled ezt? Nagyon komolyan most van egy ilyen periódusom. Tavaly voltam, meg tavaly előtt talán leginkább úgy vele, hogy nagyon sokat nem számszerűen, mert azért annyira, tudom, van olyan olvasó, akit az motivál, hogy ő 100 könyvet el akar idén olvasni. Zárójel a NIOK csak 12 könyvet tartalmaz a kihívásban, szóval ahhoz képest a 100 az óriási mennyiség. De hogy én engem soha nem, tehát nem baj az, ha valakit a számok motiválnak, meg tök jó, hogyha valaki ilyen nagyon maximalista, és mindenáron el akarja mondjuk az összes kötelezőt, vagy most tök mindegy mit olvasni. Én nem vagyok azért ennyire, nem nyomasztom ennyire magam, de volt bennem igen egy ilyen FOMO érzés, tök jó, hogy így fogalmaztál, hogy annyi minden megjelenik, hát azért fel kell venni a versenyt, a ritmust, azért a NIOK-ban is új téma, ráadásul most már, hogy lett egy könyvesboltom, így azért végképp nagyon-nagyon komolyan követnem kell az új megjelenéseket, azért nem lenne rossz, ha minél többet olvasnék is belőle, és tudnám ajánlgatni a vásárlóknak, hát ez lenne a lényeg. És mostanra jutottam el oda, hogy így, hogy sokkal többet olvastam az elmúlt 2-3 évben, realizáltam, hogy basszus, azért milyen kevés ilyen nagyon komoly életre szóló olvasmány volt benne.
és hogy miért nem szánok inkább kevesebbet ezeknek, az új megjelenéseknek, és miért nem csinálom azt, hogy azokat a nagy-nagy olvasmányélményeket, amik ott vannak a polcomon, és soha nem válnék meg tőlük, azokat újraolvasni. És akkor ez is felvet egy érdekes kérdést, hogy mered-e újraolvasni a régi nagy kedvencet, nem félsz-e a csalódástól, pont ezt kérdezte tőlem valaki a minap, és én azt gondolom, hogy ha akkora nagy kedvenc volt, akkor nem hiszem, hogy most x évvel később azt mondod, hogy borzalmas. Egyszerűen lehet, hogy azt mondod, hogy milyen érdekes, hogy 5 éve ezért ennyire oda voltam, miért voltam ennyire oda érte. Lehet, hogy most még jobban tetszik, lehet, hogy kevésbé tetszik, lehet, hogy egy másik szereplő lesz, aki megszólít igazán. Úgyhogy én most idén változtatok ezen, hogy nem akarok így habzsolni, meg így rengeteget olvasni, úgyhogy aztán a felére nem emlékszem, még ha olvasó naplót vezetek is. De ez fontos lenne szerintem. Pont ezt akartam kérdezni, hogy neked mennyire maradnak meg ezek a történetek? Szóval, hogy itt azért elég nagy szövegmennyiségről beszélünk, akár éves vagy havi szinten is, hogy hol vannak benned ezek az olvasott dolgok? Ez is nagyon izgalmas, ezt lehet, hogy egy memóriakutatóval egyszer nagyon szívesen interjúznék, beszélgetnék róla, mert hogy vannak olyan könyvek, amik nem is voltak akkora hatalmas kedvencek, nem tudom, nektek nincs ilyen, de mégis emlékszem jelenetekre, beégtek. És van olyan, ami tudom, hogy úristen, de szerettem, és nem tudok semmit felidézni belőle. Szóval ezt szerintem lehet, hogy inkább az olvasási állapotoddal, kipihentségeddel, lelkiállapotoddal, memóriáddal függ össze. Nagyon változó. De nem érzem rosszul magam emiatt. Tök mindegy. Tehát, hogy van olyan könyv, amire baromira emlékszem, van, amire nem annyira. Próbálok olvasónaplót vezetni egyébként minden könyv olvasása után, vagy legalábbis azok után, amik azért megszólítottak, és azért a közös nyilkos könyvek mellett azokról, amik azért jobban tetszettek. És akkor ez hát, ha jövőben majd segít felidézni, változó egyébként, hogy mennyire emlékszem. Én szeretem elfelejteni őket. Komolyan? Már a nagy kedvenceimet, mert akkor, hogyha újraolvasom, az én szoktam olvasnak, hát ez tök jó. Mondjuk ez a szempont is jó lehet az újraolvasásnál, amúgy, amit mondasz, hogy nagyon sokszor... Memória hiánya. Nem, hogy az előbb nagyon olyanból a szempontból közelítettem meg, hogy mi van, ha nem tetszik annyira, mint először, de hát tök igazad van, és ha nagyon tetszik megint, akkor miért olvassak el három olyan most megjelent friss valamit, ami egyébként nagyon csillivili borítós és gyönyörű, és tök csalogató a fülszöveg, de hát ott van az a 10 óriás kedvencem, hát miért azt akarom újra megélni? Én csomószor azt is észreveszem, hogy nem feltétlenül kell, hogy a történetre emlékezzek, mert már valamit tanultam belőle, már valamit tovább vittem magammal, illetve nálam nagyon sokszor szokott az lenni, hogy amikor olvasok egy könyvet, akkor azt mondogatom, hogy hát ez nem tetszik, nem érzem annyira, és így miután befejeztem, eltelik néhány nap, és valahogy így leüllepszik a fejemben, és rájövök, hogy na, ez baromi jó volt, hogy annyira érdekes, hogy mi tud ilyenkor történni. Én most meg kell kérdeznem, mert a Fruzsi, hogyha elkezd egy könyvet, és nem tetszik neki, akkor ő nem teszi le, hanem muszáj végig. Ez nagyon rossz tulajdonság, de egyébként már fejlődök ebben is. Tehát nem kell magyarázkodnom, amit abban hagytam. Igen. Hogy nálad ez megvan? Vagy te nem, is? Nem, hát egy egész podcastem épült erre, Lapozza 99-re, azért volt ez a címe, mert én 100 oldalt adok egy könyvnek, tehát én nagyon nem vagyok ilyen. Tudom, a Fruzsi nekem ezt mesélted már. Egy 600 oldalas könyvnél még azt is lehet. Tehát, hogy igazából most már ez a 100 oldal és azért eléggé lecsökkent, ilyen 20-30 oldalt szoktam adni most már a könyvnek, tehát most már változott ez az elméletem, ami most már 3 éve, hogy a podcastem ezzel indult, ezzel a címmel, pont ezért. Mondván, hogyha hallgatod, akkor segítek, hogy még az a 100 oldal se menjen. Igen, azért a 100 oldal az már nagy elköteleződés. Na, főleg egy 200 oldalas nap felét elolvastad. De nekem ez vált be annó, mert hogy tényleg azért 40-50 oldalnál még nem biztos, hogy úgy beindult a történet. Volt a 100 oldalnál, azt mondtad, hogy jó, persze. Itt a 100-dik, köszönöm szépen, akkor most magam... 98-99-100, aha, volt, többször is. És akkor valahogy ez így bevált, és akkor ez egy ilyen elvem lett. Mint ahogy a Fruzsának az, hogy nem hagyja abba egyszerűen, most már változott, de hogy ez nekem lehet, hogy egy ilyen kényszer, de ez volt, hogy 100 oldalt adok a könyvnek. Most már nem, én is felgyorsultam ezen a területen 20-30 oldal. Szerintem ez nagyon fontos, mert megmondom miért. Mert szerintem nagyon sok maximalista, kötelességtudó, jól nevelt ember van, aki olvasó, és azt mondja, Fruzsi, és azt mondja, hogy hát, ha már megvettem ilyen sok pénzért ezt a könyvet, vagy megkaptam, vagy nem tudom, kifizettem 4-5-6 ezer forint most már egy könyv, most akkor végig szenvedem, csak szerintem pontosan ez az, amit nem szabadnak. Igen, meg elveszem a lehetőséget a többi jó könyvtől. És hogy nem szabad szerintem így hozzáállni, és hogyha ez segít, akkor aki ebben van, az gondolja azt, hogy csak tedd félre, mert lehet, hogy egy
adj neki akkor 20-30 oldalt, hogyha nem azt érzed, hogy Jézusom, ez a történet deberántott, és bármelyik pillanatban legszívesebben ezt olvasnám, akkor tedd félre, és majd egyszer lehet, hogy megkifutsz egy fél év múlva, egy év múlva. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez egy rossz könyv, csak éppen téged nem szólított meg, nem jókor olvasod. Vagy mondok egy másik opciót, el lehet adni, el lehet cserélni. Vagy tehát, elajándékozni. Elajándékozni. Például. Kicsit szamárfüles. Hát azért kell időben befejezni. Ez a lény. Hamar kell, 20 oldalt, hogy nem látszik, hogy olvasod. 99-ig kicsit olyan gyanú. Nem, nyilván akkor vigyázol rá, de nem. Tehát, hogy szerint ezzel le kell számolni, ezzel a nagyon nagy elvárással, meg ezzel a nagyon nagy, nem is tudom mi ez, ilyen maximalizmussal. Uh-huh. Én is az vagyok, de érdekes módon ebben nem. Mert valahogy felmértem azt, hogy tényleg elveszem az időt a jó könyvektől, és rengeteg könyv jelenik meg. Tehát nem sajnálom az időt arra, hogy mondjuk rossz könyveket végigolvassak. Mondhatjuk, hogy te az olvasóközönségnek egy szűrő vagy, úgymond, ugye azáltal, hogy ajánlasz könyveket, hogy akkor te mi alapján választasz, és hogy? Igen, erre épül az egész Nincs időm olvasni kihívás, meg a könyvesboltom is, hogy ott egy szűk kínálat van, de mind olyan, amit így átszűrök magamon. Ami nem azt jelenti, hogy én mindet olvastam, mert egyszerűen nem tudnék lépést tartani, de van valamilyen benyomásom, akár csak a fülszöveg alapján, vagy a szerző ismerete alapján, vagy a kiadó ismerete alapján. Mindig azt mondom, hogy többet olvasok könyvekről, mint könyveket. Tehát én most már tényleg nagyon-nagyon hosszú évek óta követem a megjelenéseket, és hogyha nem is volt még időm mindet elolvasni, nagyjából van egy képem arról, hogy milyen lehet. Mi alapján, és ez furcsa lesz, de abszolút az ízlésem, a megérzésem. Milyen az ízlésed? Milyen ízlésem? Milyen az ízlésem? Ja, milyen az ízlésem? Hát majd azt tudja eldönteni, aki velem olvas, hogy jó-e. Múltkor volt egy ilyen visszajelzés a boltban, hogy azt mondta egy hölgy, hogy hát szerintem nekem olyan jó az ízlésem, hogy ő igazából bármit ajánlok, azt megveszi, mert hogy így neki mindig tetszik az, amit én olvasok. Most azért, mert egy ember azt mondta, hogy jó az ízlésem, ettől nem fog tudni általánosítani, de van egy típusú, nem tudom, vagy van egy ízlésem, ami belőlem, nem is tudom, ezt nem tudom, hogy lehet jól, úristen, mi az az ízlés? Hogy lehet jól megfogalmazni? Most elkezdtem ezt a gondolkodni. Ez egy komoly válság most bennem, hogy erre ennyire rákérdeztél. És sikerült csőbe húznom. Sikerült. Vagy ha nem is az, csak hogy ezen még nem gondolkodtam el, tudod, mert tényleg nagyon egyszerű, ami nekem tetszik, vagy ami nekem megszólít, vagy ami valamire azt gondolom, hogy érdekes elolvasni. És szerintem pont az a baj egyébként sokszor ha már címkézésen indultunk, ugyanúgy címkézés a kategorizálás. Szép irodalom, és akkor jön a sznobizmus, jön az, hogy csak kortárs, mert hát most a kortársakat kell ismerni, vagy jön az, hogy jaj, hát ez lektűr, hát ilyenekkel nem múlatom az időmet, vagy ifjúsági, mert az gyerekes. Nem ez a lényeg. Szerintem ezeket a kategóriákat el kéne felejteni, el kéne engedni, és egyszerűen a történetre kéne fókuszálni. Hogy milyen az a történet? A gyászról szól, a szerelemről szól, a válásról szól, a testvéri kapcsolatról szól, vagy meg annyi történet van, ami szerintem így sokkal könnyebben tudnánk egyébként olvasmányokat találni, és sokkal könnyebben tudnának az olvasók kapcsolódni a könyvekhez. Úgyhogy azért mondom, hogy ezért nehéz így meghatározni, hogy milyen ízlés, mert van egy ízlésem, ha valakinek tetszenek azok, amiket olvasok, akkor az tök jó, meg örülök, hogy kapcsolódni tudunk egymáshoz, de nem tudom azt mondani neked, hogy szép irodalom, vagy lektűr, vagy ponyva, vagy krimi, vagy thriller, mert hogy így elég vegyes a válogatás. És ha már választás, ugye te nem csak azokat választod meg, hogy azt miket olvasod. Azt hittem, ha már választás, hogy hétvégén. Akkor... te kérdezem az magad. Bocs, nem ez gyorsan. Ha már választás, mondom, innen kezdőre, ne haragudj. Nem, arra lettem volna kíváncsi, hogy mi alapján választod ki azokat a könyveket, amiket kiadtok. Hát igen, és itt is bejön ez, hogy az ízlés. Tehát, hogy amiben én hiszek. Megint csak egy megérzés. Furcsa. Igen. Amiben én hiszek, amire én azt gondolom, hogy tudna működni. Szerintem minden könyvkiadó valahogy így működik. De akkor már, tehát így a pénzügyi oldalát is ilyenkor már jobban persze, megnézed. Persze. Persze mérlegelni kell, hogy egy kvázi ismeretlen szerző, de hiszek annyira abban, hogy ott föl lehet építeni, és lehet
az írás készsége és maga a brandje annyira jó, hogy megállja a helyét, vagy egy olyan ismertebb ember, akit pedig újra lehet pozícionálni, vagy mellé lehet pozícionálni íróként. Uh-huh. Itt is egyébként abszolút az ízlésem, meg szerintem minden könyvkiadóként kicsit így működik, csak a nagy-nagy könyvkiadóknál nyilván van már alkiadó, nézd meg a Librit, van 10-12 alkiadója, és akkor oda dobják be a szép irodalom, az a jelenkor, a gyerekkönyv, a Kolibri. Nyilván egy nálunk egy pici kiadónál, mi egy ilyen kis műhely vagyunk, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, kevesen is vagyunk, kevés könyvet is adunk ki, de én ezt azért élvezem, és nem tudom, mi lesz 5-10 év múlva, de én a későbbiekben is ezt szeretném. Tehát, hogy ilyen nagyon nagyra nem szeretnék nőni kiadó szinten, mert én imádom, hogy a folyamat legelejétől a legvégéig benne vagyok, és ez azért válasz a kérdésre, mert hogy azok, akikkel az első perctől lehet úgy dolgozni, hogy együtt beszélgetünk a kéziratról, ha megszületett, ha csak meg akar születni, ha már mondjuk a felénél tart, bármilyen állapotban is legyen, egész odáig, hogy bemutatjuk a könyvet, vagy együtt, vagy van, amikor nem én beszélgetek a szerzővel, de legtöbbször én, odáig, hogy mondjuk eltelt egy év, és kocintunk rá, hogy milyen siker lett remélhetőleg. Tehát, hogy én szeretek így a folyamatban végig benne lenni. Én a szerzőimmel rendszeresen találkozom, ápogatom a kis lelküket, foglalkozom amennyire tudok, igen, beszélgetek velük, jönnek a boltba, mindig jönnek dedikálni, mindig készítünk róluk fotót. Tehát, hogy van egy ilyen sokkal komolyabb talent management, meg szerző ápolgatás, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Mert nekem fontos, hogy egy pici csapat ez, de ez legalább egy ilyen szeretetteljes csapat, és tényleg a karácsonykor is közösen vacsisztunk egy nagyot, így az egész csapattal. Ez egy ilyen közösséghez tartozás. Ez egy ilyen közösség, igen, és nagyon széles a portfólió, mert van most már mesekönyvünk, van pszichológiai önsegítőkönyvünk, van regényünk, van novellás kötetünk, és most jön egy verses kötetünk is, de én ezt nagyon élvezem. És akkor általában a szerzők találnak meg téged, vagy neked jön egy ötlet, hogy ez jó lenne, és fordítva működik? Mind a kettő van. Nagyon-nagyon sokan keresnek, és általában mindig az szokott lenni, hogy egy-egy ilyen interjú után még többen keresnek, és nagyon sok kéziratot kapunk. Most pont nagyon érdekes, ezen is gondolkodtam, hogy én amikor nem dolgoztam még ebben, akkor nagyon sokáig gondolkodtam, hogy lehet, hogy beküld valaki egy kéziratot egy kiadóhoz, és azok nem is olvassák el, vagy hát ez és most már látom amúgy, hogy benne vagyok, hogy egyszerűen nem lehet. Olyan rettenetesen sok munkával jár egyébként a könyvesbolt működtetés és a könyvkiadás, hogy lehetetlen a heti 5-10 kéziratot elolvasni. Viszont lelkismeretfordulás gyötör, úgyhogy most pont egy önkéntes csapatot verbúválok, akik majd elolvasgatják ezeket a kéziratokat. Azt mondták, olyanokat keresek, egyébként van is most már pályelölt, azért merem így mondani, tehát ez nem egy felhívás, ne értsetek félre. Van egy kis szűk csapat, mert ez nyilván bizalomjáték, hiszen most olyanna nem fogok, aki aztán lehet, hogy elviszi egy másik kiadóhoz. Tehát ez egy bizalomjáték, és most van egy pici csapatom, akik most, ez nagyon aktuális, a napokban alakult ki, akik el fogják ezeket a kéziratokat olvasni, mert imádnak olvasni, és úgy érzik, hogy akkor tehetnek valamit a világért, vagy az emberekért. Simán lehet, hogy 10-ből egyébként egy lesz csak használható, de legalább az egy is milyen jó lenne, hogyha tényleg, ha nem, lehet egy rollingot hever a postulád a fiókomban, értitek? És egy kicsit nagyon nagy felelősség. Igen, van egy ilyen érzés bennem. Egyébként meg full olyan tanulságos, hogy elmúlt másfél év amúgy ilyen szempontból, figyeljetek, mindenki könyvet akar írni. Mindenki azt gondolja, hogy ő a következő J.K. Rowling, anélkül, hogy bárkit megbántanék. Azért de ez kemény. Egy ilyen Covid hatás, hogy mindenki, szerint, amíg otthon volt, vagy ez már ez már jó kérdés, ezt nem tudom. Ezt nem kérdeztem vissza soha, de nagyon sokan jönnek be, hogy már megírták, odaadják, olvassam el, és tényleg mindent tiszteltem az övék, és le a kalappal, hogy valaki tényleg meg tud írni egy könyvet, csak azért többen gondolják azt, hogy egyébként jók, mint... És azért, bocsánat, most nem akarok senkit megbántani, de így elbeszélgetnék egy 5 percet azokkal, akik mondjuk írnak könyveket, vagy megírják a könyveket, és hogy mennyit olvastak előtte egyébként. Mert nekem ez a bajom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy írok egy könyvet. Én is tiniként azt gondoltam, hogy írok egy könyvet, de amióta elolvastam egy csomó könyvet, úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy írok egy könyvet, de még azért olvasok egy keveset, hogy így picit így még gyakoroljak meg. De ezzel nem rakod amúgy mindig egyre feljebb az elvárásokat? Lehet, és mostában tartok ott, hogy ideje lenne most már, ha nem is
kiadásra, hanem csak úgy kiírni magamból azt a sok mindent. De ami... érdekel, bocsánat. Nyugodtan, kíváncsi vagyok, mert én nagyon sokáig mondogattam ezt, tudod, hogy jaj, még fiatal vagyok ehhez, meg jaj, még nagyon sokat kell olvasni, és aztán így ezzel valóban viszont egyre távolabb teszem magamtól ezt a dolgot. Úgy próbálok leszámolni ezekkel az elvárásokkal, és így nyomástól függetlenítve magamat legalább, ha más nem az asztalfióknak, már ha lehet ilyet, nem tudom, van-e ilyen egyébként őszintén. Írósulikban van, hogy azt tanítják, hogy írd meg, és égesd el. Jézusom! Képzeljétek el, meg nyilván nem a laptopoddal együtt, meg ilyenek, de hanem... hogy ez elégeted a nélkül is. Az is lehet egyébként, annyira rosszul sikerül. De ez csak azért érdekes, mert hogy tényleg ne az a nyomás legyen benned, hogy úgy írsz, hogy ezt el fogja valaki olvasni. Mert szerintem ez nagyon nehéz. És kíváncsi vagyok, hogy te, aki szoktál írni, és kacérkodsz a gondolattal, hogy egyszer majd írj egy regényt, Virág, hogy benned ez, hogy tudod ezt külön választani, hogy jut el az, vagy ez benne van a fejedbe, vagy nagyon nincs benne, vagy van egy olyan transzállapot, amikor ez így teljesen kívül marad? Szerintem ez a nyomás leginkább akkor van, amikor még nem kezdesz el ezzel foglalkozni, és még nem indul el ez a szerelem projekt, és amikor meg már ott tart a dolog, hogy vannak karaktereid, vannak plotpontjaid, és a többi, és a többi, és így egyre inkább tárul fel előtte saját történeted, akkor már benne vagy, és akkor visz magával. Akkor annyira, hogy már nem nyomaszt. Azt hittem, azt mondod, hogy amikor már tudod, hogy működik a könyvkérdés, mondom, akkor soha nem írom már, mert folyamatosan ebben vagyok. Lenne, ezt én mondanám neked, de azzal lepődtem meg, hogy pár évvel, amikor egyszer beszélgettünk erről, és szerintem én feltettem neked ezt a kérdést, és akkor még azt mondtad, hogy te nem szeretnél írni, vagy hogy abszolút nem mozgat ez a dolog, és most meg ezek szerint mégis. Hogy hát ez... nyilván általában inkább azt úgy próbáltam megfogalmazni, hogy ahhoz még nagyon sokat kell olvasni. Egyszer már párom szólt rám, hogy fél, ne mondogass már ezt, mert hogyha majd pár év múlva mégis írnál egyet, akkor utána tök hülyén fogja kivenni magát. Nagyon... Nem tudom, mindig úgy fogalmazok, hogy szerintem mindenki szívesen írna egy könyvet. Tehát ez szerintem kamu, hogy valaki azt mondja, hogy nem akarna írni egy könyvet. Ki ne akarna írni egy könyvet, ami aztán azzal gondolata játszik, hogy ezt sokan olvassák és szeretik, és akkor ezt ő teremtett, ezt a világot. Szóval szerintem valójában mindenkiben benne van ez. Úgy is fogalmaztam korábban, hogy egy olvasónak, szerintem olvasó embernek két álma van. Az egyik az annyira őrült, hogy ki sem meri mondani, az a könyvesboltnyitás. És a másik a megvalósíthatóbbnak tűnő, az az írás. Nekem ez így fordítva alakult. Jó lenne egyszer, de most sem mondom azt, hogy fogok. Csak hogy így már így gondolattal eljátszogatok meg. Tudod, azt érzem sokszor, hogy olvasok könyveket, és basszus, vagy én is hasonlót írnék, ha tudnék, ha meg lenne a képességem, vagy a másik kategória az ilyet én is tudnék, szerintem azért biztos éreztük már ezt párszor, vagy a harmadik ez a de jó gondolatokat ébresztett bennem, hogy basszus, tényleg mennyi emlékem tört fel, mennyire érdekes lehetne, ha én is leírnám azt a korszakot, vagy ezt a történetet. Úgyhogy ez változik. Szóval, hogy regényben gondolkozunk? Persze. Nem az élettörténetemet írnám meg. Az talán kevésbé izgalmas, legalábbis én soha nem tudom. Hát jó, de annyi más téma is van, ami non-fiction. Mert pont valahogy úgy fogalmaztál, hogy megírnád azt a sok mindent, ami benned van, vagy nem is tudom, hogy nekem is az volt ez alapján a benyomásom, hogy... Hát én regényformában írnám meg azt a sok mindent, amit mondjuk én tapasztaltam, és akkor persze tudod, úgy indul az egész regény, hogy mondjuk a fikció, és bármilyen egyezés az a véletlen játéka. Én szeretem a regényeket nagyon, sőt, kifejezetten azokat szeretem a legjobban, úgyhogy azért gondolkodnék abban, is jó lenne egyszer írni egy regényt, de most nagyon elmentünk ebbe az irányba, és most már kezd nyomasztani ez a dolog, mert hogy megnyitok egy óriási elvárás. Ez biztos az én mágnesem. Lehet, de nem tudom még, hogy mikor. Meg tudjátok, az van szerintem, hogy az íráshoz úgy tényleg kell egy ilyen teljes letisztultság, transzállapot, és csak azzal foglalkozol. Hát én most éppen 8 dolggal foglalkozom. Én mindig ilyenkor Rowlingra gondolok, hogy neki a transzállapot, amikor a Harry Potter első részét megírta, tehát amikor éppen kirúgták, elvált karonülő gyerek, ingázott a vonaton, szóval nem lehet kifogás. Mondjuk ez jó, ez egy jó gondolat tényleg. Igen. Te mennyire érzed magaddal kapcsolatban azt, hogy az olvasás, könyvek itt van, mint szenvedély, de ugye nagyon sok része már ennek munka. Van, amikor úgymond kényszerből kell olvasnod, mert van a könyvvel bizonyos feladatod? Tavaly voltak ilyen érzéseim, amikor túlvállaltam magam, hogy mondjuk könyvbemutató volt, vagy...
Nem is tudom, milyen helyzetek voltak. Vagy mondjuk volt, amikor még a podcastemet intenzíven készítettem, akkor jött egy író, és akkor akartam vele interjúzni, de hát a felkészülés az nyilván azzal is jár, hogy ha nem is minden könyvét, de azért bele illene olvasni egy-egy könyvébe, akkor voltak ilyen érzéseim. De alapvetően én azért, főleg most már idén, meg az elmúlt időszakban, azért nagyon-nagyon figyelek arra, hogy egyrészt megmaradjon a szórakozásból olvasás. Tehát, hogy egy olyan könyvet olvasok, éppen amúgy most is, ami olyan, hogy semmiféle tervem nincsen vele. Persze néha becsúszik az, hogyha tetszik, akkor tudom, hogy ajánlani fogom, de ez azért nem a munka része, hogy most az Instagramra kiteszek valami videót, amiben hadoválok 5 percet a könyvről, az úgy kevésbé érzem munkának, tehát nem nyomás. A NIOC-ban a közös könyveket ezt meg én választom az alapján, hogy nekem mihez van kedvem. Szóval egy nagyon-nagyon felszabadító érzés az, hogy nincs ilyen, hogy kötelezően kéne olvasni. Az elején még, amikor elkezdtem blogolni 5 évvel ezelőtt, nekem is rengeteg könyvet küldözgettek, baromira élveztem hirtelen, hogy úristen, jönnek a könyvek, amúgy milyen drágák, és ezeket ingyen odaadják. Hát csak aztán elkezdtem érezni azt, hogy jó, de hát most ha küldik, akkor az azt jelenti, hogy nekem ki kéne tenni, hát én meg nem fogom kitenni, azért megküldik, és akkor gyorsan nemeket mondtam. És azért soha nem mentem bele ilyen sem fizetett egyik működésekbe, főleg azért sem, mert a könyvkiadóknak nincs arra pénz, hogy fizessenek, azért megküldenek egy könyvet, és hogy te kited. De nagyon nagy szabadság az, hogy én ezekbe így nem mentem bele nagyon tudatosan. Talán ebben a híradós karrierem, meg az ott megtanult, az ott felnővésem segített, mert ugye híradósként mi nem influencerkedhettünk. Egyes csatornáknál, igen. Most már azért kicsit ez is enyhül, de nekem is mondjuk egy fix együttműködésem van, tehát az talán még úgy belefér, talán még nem tesz hiteltelenni. Minden esetre, na, lezerem a gondolatot, nagy szabadság, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy meg tudom őrizni azt a szórakozásból olvasás, és tényleg azt olvasom, ami ez kedvem van. Egyébként ez a kettősség, amit mondtál, ez hogyan lehetséges, hogy ugye a könyvkiadók mindig azt mondják, hogy nincsen pénzük erre és erre és erre, de mégis azt látjuk, hogy rengeteg könyv kerül a piacra, és azért nem tudom a számokat, de azért én azt érzem, hogy az olvasás egyre népszerűbb, tehát hogy egyre több könyvet vesznek az emberek. Így legyen. Most fognak drágulni a könyvek, úgyhogy eléggé félünk sok, ahogy nehogy az legyen, hogy ez visszaveti a vásárlási kedvet majd. Ez a nincs pénz semmire, ez abból adódik, hogy azért nagyon-nagyon kicsi haszna van egy könyvkiadónak a könyvön, mert a kereskedő nagyon sokat elvesz. Talán ez nem titok most már, hogy több mint a fele a kereskedői marad, a nagy könyvhálózatoké, ami egyébként az ő szemszögükből is érthető valahol, mert hát egy bazi nagy rendszert működtettek, még a Covid alatt is Európa fizették a bérleti díjat, és menjetek be egy-egy ilyen nagy üzletbe, hát ez irdatlan lóvé lehet az, irdatlan pénzbe kerülhet az a rengeteg ember, logisztika, raktár, stb. Fenntartása. Azt gondolom, hogy tehát nyilván azért van pénzük arra, amire kell, de mondjuk arra, hogy influencereknek elküldjenek egy könyvet, és fizessenek azért, hogy kitegyék, és egy nem tudható elérést nem tudják, hogy most azért veszik el meg a könyvet, vagy nem, arra nincs például. Uh-huh. Szerintem már nincs már szerintem lehetőség egy könyvkiadónak, mert abból a maradék mondjuk 45%-ból gazdálkodik, és abból ki kell fizetnie az írót, ki kell fizetnie egy csomó minden mást, mert ugye a könyvet sokan nem látják, de a kézirat és ott van a polcon a Libriben, a között azért nagyon sok ember van, tehát a borítótervező, a grafikus, a tördelő, a lektor, a szerkesztő, a korrektor, tehát hogy azért egy hát legalább 4, de egyébként lehet, hogy 5-6-7 embert ki kell fizetni, abból a 45%-ból, ami marad. Szóval ezért kockázatos szerintem a mai egyébként elszállt influenceri árak mellett. Ja, nem is feltétlenül erre az influencer témára gondoltam, hanem csak mondtad, hogy könyvbemutatók is még épp hogy vannak, tehát hogy a kiadók nem nagyon foglalkoznak szerintem sokszor ezzel az utógondozással. Bár nem tudom, hogy ez kinek lenne a feladata alapból. Hát igen, szerintem lehet, hogy ez is benne van, hogy nagyon sokat változott gyorsan a világ, és a könyvkiadóban szerintem ugyanazok az emberek dolgoznak, akik az elmúlt 20 évben, amivel nincs baj, mert rendkívüli szakemberek dolgoznak, csak lehet, hogy nem biztos, hogy látják, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy mi történik egy könyvvel a megjelenés után. És szerintem ma már, amikor például te olvasol egy könyvet és kiteszed, és utána egy csomóan megveszik, vagy én olvasok egy könyvet és kiteszem, és csomóan megveszik, azt gondolom, hogy nem egy igazságos játszma, hogy mondjuk a könyvkiadó elküldte a könyvet neked, és akkor ennyi.
Nem azt mondom, hogy fizessen érte, mert én ugye, még hogyha fel is kínáltak volna, és nemet mondtam volna, csak hogy nem ennyi szerintem a munka egy könyvvel utána. Én pont múltkor emlegettem a könyvbemutatódat, hogy ez mennyire profin össze volt rakva, meg hogy szóval, hogy ez tényleg egy ilyen élmény volt, vagy egy olyan esemény, ami hűváó. De jó, hogy ezt mondod. Na igen, ez például, na köszönöm, akkor legyen konkrétum, és akkor az előzőt, mert azért nézzük meg, hogy ki kell vágni, és nem magunkra minden. Nem, ez egy konkrét legel példa, és nem csak a levegőbe beszélek, hogy igen, mi egy olyan könyvbemutatót tartottunk múltkor a Forró Bencének, amikor megjelent a könyve ősszel, hogy hívtam egy zenekart, volt egy pici kaja, meghívtuk és ez a fontos szerintem, hogy meghívtuk a barátainkat, és meghívtuk azokat az embereket, akik dolgoztak a könyvön, tehát ott volt például a nyomdász is, a nyomdász képviselője. És egy élmény volt a felolvasás miatt, egy pici beszélgetés miatt, amit a Bencével mi ott véghez vittünk, és ott volt egyébként a borítóra rákerült. Most nyilván ez egy plusz sztori, de ugye a borítón egy festmény van, és akkor a festőt is elhívtuk. De pont ezek a plusz sztorik kellenek szerintem. Hát meg picit a zene, tehát meg a hangulat. Meg hogy olyan volt, szóval, hogy úgy képzelem el, hogyha nekem egyszer majd megjelenik a könyvem, akkor nem úgy szeretném megjelenni, hogy jó, kütessük, itt van, igen, aláírom, most féláron megvehetett, hanem hogy ez egy ünnep, és ott vannak a szeretteim, meg akik dolgoztak, ezen félig egy családi buli, félig meg egy céges ünnepség, és itt pont ez volt. És szerintem azért, mert hogy mi egy kis műhely vagyunk, kevés könyvet adunk ki, kevés szerzővel dolgozunk együtt, ezért tudjuk ezt megcsinálni. Tehát egy könyvkiadó, akinek mondjuk egy évben 100 könyve megjelenik, az valószínűleg kevésbé tud erre igazán energiát fektetni. Nyilván, ha akar, meg ha úgy érzi, hogy van ennek létjogosultsága, akkor megteheti, meg egyébként tehát meg is teszik olykor, tehát nem azt mondom, hogy ez ritka, vagy hogy nem azt mondom, hogy ilyen nincs, hanem hogy maximum ritka, de örülök, hogy ezt mondod, mert ez is lenne a cél, hogy tényleg az egy ünnep legyen, hogy megjelent a könyv, és nem csak egy újabb a 100. megjelenés idén, hanem nekünk az egy fontos dolog, és egy különleges dolog, hogy megjelent ez a könyv, és reméljük a legjobbakat, de eddig megtettük azt, amit tehettünk, és ünnepeljük meg. Meg szerintem azért egy könyv utógondozása, hogy utána mi történik vele, hogy nagyon nehéz ideig eljutni, hogyha a gondolattal a polcig nézzük ezt a folyamatot, de hogy az igazi kaland tulajdonképpen utána jön, utána fogják emberek elolvasni, utána fognak erről beszélni, születnek gondolatok, és a többi, és a többi, és hogy ezzel tényleg nem igazán foglalkoznak itthon. Igen, és nyilván ebben az elképesztően sok könyv megjelenésében végképp nagyon nehéz szerintem, meg van egy olyan speciális helyzete a könyvnek, hogy amikor megjelenik, akkor van egy ilyen nagyobb hype. Kinek mekkora? Hát nyilván az ismertségétől, saját brandjétől, felépített követőtáborától és mindenétől is függ, vagy akár a PR munkától, hogy írnak-e róla a lapok, elküldik-e a könyvkiadók a különböző helyekre, sajtónak, és aztán lejjebb megy érthető módon, hiszen ezt akkor elolvassák sokan. Viszont aztán jön egy nagyon izgalmas, amikor már elkezdik egymásnak adni, ajánlgatni, és elkezdik terjedni, és akkor ilyenkor már sajnos megmagyarázhatatlan sok esetben a folyamat, hogy mi az a pont, miért ott, ki az, aki miatt, hogyan jutott el ez a könyv hirtelen annyi emberhez, és lehet ennek egy ilyen hullámzása. De nehéz. Tehát ez tényleg egy kemény munka, és valóban azt is kell látni, igen, hogy megjelent a könyv, az még semmi. Hát az még csak a munka, persze oroszlán része volt, de most jön igazán az a nagy munka, hogy eljuttatni az olvasóhoz, és egyébként lehet, hogy itt most közösen csak megfejtettük, hogy talán ez az, ami a mai könyvkiadásban hiányzik, hogy onnantól véget ér a munka, sok esetben azt látom a könyvkiadóknál. Megjelent a könyv, elküldik egy-két Instagramon könyveket posztolónak, ami tök jó egyébként, de hogy onnantól kezdve egyébként csomó mindent kéne csinálni, hogy ez a könyv akár mondjuk egy év múlva. Nem baj az, hogy egy év múlva jut el, vagy egy év múlva lesz valami akció, de hogy kell vele foglalkozni később is. Mindegy, szerintem egy kicsit benne van az, hogy pont azért, amért ti kvázi műhelyként tudtok működni, sokkal inkább magadénak tudod érezni, és hát tudjuk, mi van itthon, hogyha valamihez neked annyira nincs közöd, akkor annyira nem is fog érdekelni, és csak saját gyerekedet fogod felnevelni. Pontosan. Ugye a beszélgetés vége felé még kicsit válogatnék a nézői kérdésekből, mert nagyon sok érkezett hozzá. Jaj, de jó. Különösen nagyon sok a Mutasd a könyves polcot kapcsán. De jó. Nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy lesz-e olyan rész, amiben a te polcodat lehet megnézni. Múltkor kérdezte valaki tőlem, igen, személyesen is, esküszöm, nem is gondolkodtam ezt. Pedig ez egy nagyon jó ötlet egyébként, sokan feltették. Egyébként jó ötlet, lehet, hogy kellene egy ilyen plusz extrát. Lehet, hogy inkább nem is egyet, hanem valahogy minden évad záró igen lehet. Mondom, annyit formálódik a könyv. Ez nem rossz ötlet egyébként, hogy a vége felé.
tanácsadónak jelentkezem. Jó. Elgondolkodom rajta, hogy egyrészt akkor ki az, aki beszélgessen velem, vagy kikérdezgessen engem, de felmerült most meg gondolatként egyébként igen az elmúlt hetekben, hogy kellene egy olyan is, amikor az én polcomat. Nem vagyok ellene, úgyhogy lehet, hogy lesz majd egy ilyen. Azt is kérdezték, hogy ha lenne lehetőséged bárkivel készíteni ilyen jellegű videót, akkor ki lenne az? Lehet élő, holt, külföldi, ki lenne? Hú, de nehéz. Egyébként a... Túl nagy a szabadságért. Túl nagy, igen. Ki lenne az? Hát biztos, hogy valami komoly íróval interjúznék, aki külföldön él természetesen, de olyannal is, aki nagyon a korosztályom, most mondjuk nagyon nagy sikerkönyvet írt, de mondjuk így szívesen megnézném Rolling Polcát például, az mondjuk izgalmas lenne, de jó lenne egyébként. Ezt támogatjuk, erre mindig kíváncsi. De menő lenne. Egyébként a Rollinggal még interjút is nagyon keveset találok, amúgy most elkezdtem podcasteket keresni, és alig van benne egyébként podcast interjú. Mostanában meg különösen. Igen. Néhány ilyen őslelet könyvet még fel lehet leállni, de nagyon-nagyon kevés. És egyébként nagyon sokan írták, hogy mennyire hiányzik a lapoz a 99-re, ha már szóba került, úgyhogy azt mindenképpen tolmácsoljuk, hogy... Nagyon köszönöm. Igen, az egyébként nagyon-nagyon nagy élmény, mert én egyetlen nem gondoltam akkor, amikor a munkahelyébe készítettem ezt hétről hétre, 75 epizódot élt meg, és szinte minden héten képzétek el valaki, pedig azért nem vagyok reggeltől estig bent minden nap a könyvesboltba, bár tehetném, de sajnos nem tudok szétszakadni, de azért sokat vagyok bent, és minden héten valaki mondja, hogy hallgatta, és hallgatja most is vissza, és hogy mennyire szerette. És ez olyan nagy élmény, és bennem csak a podcasttel kapcsolatban az egy dolog van, hogy fú, hogy fogok annál jobbat csinálni, és hogy hogyan kellene újra kezdeni. És most nemrégiben a Pilvaker felkért, a Red Bull Pilvaker, és volt egy 8 részes ilyen sorozat. A Pilvakerig, amíg eljutottunk, annak a háttere, hogy kik vannak benne az egész Pilvakerben. És fantasztikus élmény volt. Egyrészt nagyon komfortzónak kilépés volt, mert zenészekkel kellett interjúzni, és ez nem az én közegem. Másrészt azért találkoztam egy-két olyan emberrel így az interjúban, akik így tényleg ilyen tinikori bábványok voltak, a Subbase Monster, én láttam például. Tényleg, hát azon nőttünk fel, és olyan nagy élmény volt vele találkozni, meg interjúzni. De hogy komolyra borítva a szót, akkor azt éreztem, hogy basszus, ezért szerettem ezt ennyire, hogy mennyire jó volt így ez a, uh-huh. ez a pici visszatérés, és ez meg a sok visszajelzés is arra vezet, hogy egyébként valószínűleg újra fogom kezdeni. Ja, de szuper. Egyébként én sem hallgatok nagyon-nagyon sok podcastet, rendszeresen meg pláne nem, de nekem is az volt az első. De jó, nagyon nagy élmény ez. Tök jó. Úgyhogy most gyűjtöm az ötleteket, inspirációkat, hogy miben legyen más, mi maradjon, mi ne maradjon. Azt tudni, hogy egyébként a könyvesboltban szeretném, tehát ilyen kitelepülős módszerrel, most kevésbé a stúdiós lenne, hanem hát inkább akkor ennek is lenne videós formátum? Hát most épp a konkurenciát bíztak. Nem, egyébként az érdekes, de a videó részében én nem biztos, hogy gondolkodnék. Tehát, hogy akkor legyen podcast, akkor podcast, hogyha a videó, akkor videó. Videó, mutasd a könyvespolcod, a podcast pedig a... Beszélj a könyvespolcodról. Az meg a beszélj a könyvespolcodról. Jó, az jó, egyébként nem tudom, mi lesz a címe. És akkor valahogy inszki lenne talán a könyvesboltban, meg azt szokták mondani, hogy a könyv az jó hangszigetelő. Egyébként ez meg olyan tudod, hogy én 3 évvel kezdtem el, és akkor még az nagyon kevés podcast volt. Most meg már olyan baromi sok van, tehát hogy... Most már mindenből sok van. Hát igen. Ez a konklúzió. De nem baj, mert egyébként az emberek megtalálják legalább azt, amire kíváncsiak. Könyvből is sok van, aztán mégis megtalálják a jó olvasmányokat. Hát várni fogjuk ezt a podcastet, bármilyen formában is fog megjelenni, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszönöm, jó volt, lányok, köszi. Köszönjük a nézőknek is, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.